Június 7-én sajtótájékoztatót tartott a Lehet más a politika, a Rákoshegyet érintő reptéri zajszennyezés és az ingatlanokban okozott károk problémája kapcsán. Az eseményt egy olyan épület előtt rendezték meg, amelynek tetőszerkezetét sérülés érte egy légörvény miatt. A résztvevő károsult lakosok egy levelet nyújtottak át az eseményen jelenlévő Schmuck Erzsébetnek, a Lehet más a politika frakció vezető helyettesének, aki az ügyben interpellációt készül benyújtani az országgyűlés számára. Több évtizede fennálló probléma Rákoshegyen a Ferihegyi repülőtér kettes kifutópályájáról érkező és landoló gépek túlzott közelsége, amely 1983-ban a hatályos jogszabályokat sértő közelségben épült meg, egész pontosan 1,6 km-re Rákoshegy lakott területétől. Ennek következtében jogi vita alakult ki Rákosmente önkormányzata és a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér között. A Lehet más a politika az elégedetlen kerületrészi lakosok részvételével sajtótájékoztatót szervezett június 7-én. Az esemény helyszíne egy olyan ingatlan előtt volt, amely a közelmúltban sérült meg egy légörvényben. A sajtótájékoztatón Pap László, az LMP Rákosmenti szervezetének önkormányzati képviselője hangsúlyozta, hogy fontos felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy milyen veszélynek vannak kitéve a Rákoshegyen élők, valamint támogatni az érintett lakosok küzdelmét. Régóta küzdenek a rákoshegyiek, különféle jogi eljárásokat indítottak, már Strasbourgban is vannak pereik, és évtizedek óta ezek nem haladnak előre, nem kerülnek döntésre. Ezt szeretnénk megtámogatni a magunk részéről, de ehhez várunk bárkinek a csatlakozását, hogy ezeket a jogi eljárásokat a közélet terepén a politika eszközeivel is támogassuk meg. Schmuck Erzsébet, a Lehet más a politika frakció vezető helyettese is jelen volt a helyszínen. A lakosok kérdéseire reagálva kiemelte, hogy a párt a rákoshegyiekkel együtt érez, hiszen ez a probléma a kerületrész lakosságának jelentős hányadát érinti. A zajszennyezés azon túl, hogy súlyos károkat okozott már több ingatlanban is, sokaknál maradandó egészségügyi károsodáshoz vezetett, tette hozzá a politikus. Az LMP több lépést is tervez. Egyrészt nyomást próbálunk meggyakorolni annak az érdekében, hogy megfelelő hatástanulmányok készüljenek a megszaporodott zajterhelés miatt, ugyanis azt láthatjuk, hogy a repülőtér az nagyon gyors ütemben fejlődik. 2015-ben 10,3 millió utas fordult meg, és néhány éven belül ezt 15 millióra szeretnék növelni. Bárint Lajosnél Civilek Rákoshegyért civil társaság képviselője személyesen érintett az ügyben, a lakosság nevében egy levelet nyújtott át Schmuck Erzsébetnek, amelyben maga fogalmazta meg, hogy mit él át nap mint nap a repülőgépek közelségének következtében. Éjszaka nem tudunk pihenni, se nappal nem tudunk pihenni, mert éjjel sokszor 1:30-ig jönnek a repülőgépek, leszállnak, és nappal reggel, tegnap például reggel 3:45-kor indult az első gép, és egészen, hát nem is tudom, éjfélig talán leszálltak a gépek 2-3-4 percenként. Rákosmente önkormányzata az elmúlt évek során minden lehetséges szintéren kiállt a kerületben élők érdekeiért, lakossági fórumot és aláírásgyűjtést is szervezett a reptéri zajártalom csökkentésével kapcsolatosan. Ríz Levente polgármester közelmúltban levelet írt a légiközlekedésért felelős dr. Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek, valamint a környezetvédelem ügyében illetékes dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszternek, amelyben kezdeményezi az érintett ingatlan tulajdonosok kártalanításának lehetőségét kivásárlás, illetve értékcsökkenés útján. Továbbá egyeztető tárgyalások megindítását szorgalmazza a kormány a Budapest Airport ZRT, valamint a Rákosmenti önkormányzat bevonásával. A helyhatóság ezen felül a kerületi magánszemélyek és civil szervezetek által kezdeményezett pereket a reptéri zaj témakörében erkölcsileg, szakmailag és anyagilag is támogatja. A Budapest Airport ZRT március 13-án kiadott közleménye alapján a teráru forgalmának dinamikus fejlődése kapcsán nagyszabású modernizációs programot indított. Ennek keretében március 16-a és június 22-e között az egyes számú kifutó pályán felújítási munkálatok zajlanak. A pályaszakasz ez idő alatt zárva tart, így a teljes légi forgalmat átterelik a kettes kifutó pályára. A Budapest Airport ZRT a munkálatok idejére a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.